41 ezer adófolyószámla értesítőt postázott a Nyíregyházi önkormányzat adóhatósága a közelmúltban. Ez az augusztus 2-áig beérkezett befizetéseket mutatja. Az egyenleg arról is tájékoztat, hogy milyen esedékes, illetve lejárt tartozása, adott esetben pedig túlfizetése van az adott időszakra az adózónak. Az adózó így tudja felmérni azt a fizetési kötelezettséget, amely neki pótlékmentesen mondjuk szeptember 15-ig befizethető, illetve hogyha túlfizetése van, akkor erről is rendelkezhet. Visszakérheti, vagy átvezettetheti egy másik későbbi esedékességű adónemre is. Szeptember 15-éig 3 adónemből iparűzési, gépjármű és építményadóból vár bevételt az önkormányzati adóhatóság, mintegy 3,5 milliárd forint értékben. Emellett az előző időszakról is maradt mintegy 1,5 milliárd forint értékű kötelezettség a határidőben be nem fizetett adókból. A szakemberek a határidő betartására figyelmeztetnek, ugyanakkor felhívják a figyelmet a be nem jelentett változásokkal kapcsolatban is. Van olyan adózó, aki nem az előírt 15 napon belül értesíti a hatóságot, így az egyenleg értesítő olyan kötelezettséget is tartalmazhat, amely már nem aktuális. Itt ugye szó lehet iparűzési adó tekintetében arról, hogy már időközben megszüntette a tevékenységet, csak felénk nem jelezte. Előfordulhat gépjárműadónál az, hogy értékesítette a gépjárművet, és ennek az okmányirodai bejelentése nem történt meg, tehát itt úgy lehet rendezni a folyószámlát, hogyha ezeket a bejelentéseket időben megteszik. De ugyanez igaz a építményadóra is, hiszen ott is, hogyha az üzleti célt szolgáló ingatlan eladásra került, akkor nyilván más lesz az adó alanya, ezt be kell felénk jelenteni, és természetesen akkor a folyószámla így lesz rendezhető. A változást az adónemnek megfelelő bevallási, bejelentkezési nyomtatványon lehet lejelenteni, de rendelkezni kell a túlfizetés átszámolásáról vagy visszatérítéséről is. A nyomtatványok interneten is elérhetők a www.nyirhalo.hu honlapján.